Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szinetár Miklós, Kossuth díjas, de napjainkban inkább úgy szólítják, hogy professzor emeritus. Szerintem ez így helytelen, mert a professzor emeritus az egy, mint hogyha az embernek az életkorát próbálná idézni. Én úgy hívom, hogy tanár úr, illetve nagy tisztelettel köszöntöm itt a Heti TV stúdiójában. Jó reggelt, köszönöm a meghívást. És ön az okozó annak, hogy én fiatal koromban megszerettem már az operettet, pedig az úgy szokott lenni, hogy az emberek azt később szeretik meg. Aztán végül még az operát is megszerettem. Igaz, mindig félve sántikálok ki, amikor ott ül a páholyába, állandóan ugyanabba, és újra látja, hogy mindig egy kicsit később szököm meg, de hát azért van olyan darab, amely bármennyire is próbálok, nem tudok, még nem tudjuk egymást élvezni. Most nem is mondom el, hogy miről van szó. Azt viszont nem tudom minek tudni, hogy föltámasztottak valamit, ami egy nagyon szép kezdeményezés volt, egy ilyen nagyon nagy déjà vu a Halhatatlanok Társulatát. De már ez olyan régen volt, talán a mai emberek tudják még, hogy miről van szó? Hát van, aki tudja, van, aki nem árt elmondani, hogy miről van szó. Hát ez most lesz a 15. Ez 1995-ben volt az első. Az már nagyon régen volt. Régen volt, igen. Akkor már a televízióba kezdett nagyon csökkenni a kultúrának a jelenléte, már a közszolgálati televízióban. És hát volt két ember a televízióban, az Érdi Sándor és a Szegvári Katalin, akik elhatározták, hogy egy akcióval megpróbálják visszaadni a rangját annak, ami korábban annyira megvolt, hogy színészek, operaénekesek, balettáncosok. Ebben a társadalomban nagyon sokáig ezek a szó jó értelmében vett sztárok voltak. Na most abban az időben egyre inkább elfoglalták a helyüket a különböző celebek, a különböző vetélkedőkben résztvevő. Hát azért ahhoz is kell valami, hogy az emberek megnyerjék, nem? Hát valami kell hozzá, de hogy... Talán mondjam, elég egy felvételihez. Hát igen, csak egy operaénekes mögött sokszor 10 év tanulás áll. Nagyon kegyetlen kockázatok, egy megfázás és vége a pályájának. A családja nagyon sokat áldoz azért, hogy a pályára kerüljön. Egy színész hát szintén eltölt hosszú éveket, technikai gyakorlat, balettáncosról nem is beszélve, ami hát az egyik legnehezebb dolog. De most ehhez képest, hogy valaki bejön, és egy hétig jó pofa és jókat mond. Az egy hétig tart. Az nem azonos kategória. Na most hát a Szegváriék megpróbáltak egy olyan műsort csinálni, ami egyszerűen népszerűsíti ismét ezeket a hajdani sztárokat, akik akkor azért sztárok voltak. Na most hát talán a nézők egy része, hát itt a nagy nevek kapták ezeket a díjakat, Kállai Ferenc, Simándi József, Melis György, Markó Iván. Markó Iván. Itt a nagy emberek kapták, és hát nagyon vállalhatjuk ezt a 15 évet, ezt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen művészekből álló zsűri állítja össze, hogy kik kerülnek szavazásra, és utána a közönség dönt. Tehát emögött soha nem volt az a, hogy mondjam, kicsit rossz szájíz, hogy vagy az egyik, vagy a másik oldal nyomja, ami azért rengeteg díjnál ott van. Azt mondja el nekem, hogy sikerült meggyőzni egy kereskedelmi televíziót, akiket én nagyon nagyra becsülök, hisz az én tévézésem elején időt béreltünk náluk, és például a Kipasorozatunk náluk ment le közös koprodukcióba, és nagyon támogatnak minket. Én nekem nagyon tetszik, hogy egy kereskedelmi televízió
gondol azért a kultúrára, és nem csak a rétingre, a nézettségre, vagy ezzel akarnak visszahódítani olyan nézőket, akik még ismerik ezeket erre, az embereket? Erre én nem tudok igazán felelni. Ennek a műsornak végig én voltam a rendezője a nagy gálaesteknek, meg minden egyébnek. Most én vagyok a zsűri elnöke, de a műsornak volt az a anyja. A Táncdal Fesztiválnak is a zsűri elnöke. Voltam, a minap valamelyik éjszaka. Külön történet, azt majd elmondom. Na most de ennek a örökös tagságnak, ennek az édesanyja az a Szegvári Kati. Tehát ő az, aki ezt végig vendég gondolta. És műsorvezető televízióban. Igen. No most az ATV-vel valamilyen formában ő tárgyalta ezt le, én már a készbe jöttem csak be. Minden esetre az ATV részéről ez egy nagyon-nagyon jó gesztus, és szerintem jó gondolat, mert ez egy nézett műsor lesz. Ez egy nagyon nagy gesztus, hisz az ATV az egy kereskedelmi televízió, és Németh Szilárd úgy látszik tanult édesapjától, hogy mégis fontos az a hit, meg fontos tenni valamit a közösségért, és ha teszünk valamit a kultúrájáért, akkor a közösségért, illetve önmag. Természetesen mi meg vagyunk sértődve, hogy minket elfelejtettek, de mi ezt így majd bepótoljuk, hogy időnként behívunk valakit a zsűriből, meg azokból, akik kaphatnak egy ilyen kitüntetést. Az előbb kérdeztem a Táncdal Fesztivált. Ne menjünk el ennél emellett szó nélkül. Van nálunk egy új kívánság műsor, amiben meg fogjuk hívni önt, egy fiatal jogi végzettségű, aki már bizonyított a köztelevíziónál, ott ajándékosár volt nálunk, közszolgálat dr. Klement Zoltánnal, egy nagyon érdekes ilyen kívánság műsor. Nekem úgy tűnt, amikor ezeket a régi táncdalfesztiválos műsorokat nézem, ön a zsúri elnöke, de mintha nem túl demokratikus módon úgy karban tartotta volna a zsűri többi tagjait is. Mi történt ott? Hát, hogy mondjam, ez egy nagyon furcsa helyzet volt, ugye a döntőt szokták közvetíteni, ahol én konferálok, azt nagyon vállalom a mai napig is, amiket ott elmondtam, de a dolognak volt egy előzménye. Kérem szépen, az a Táncdalfesztivál, az, hogy úgy mondjam, maga korában egy nagyon bátor, még azt is mondhatnám, hogy vagány dolog volt. Igen, hát ezen a Táncdalfesztiválon a következő dal az első sorba Pócéken. Hát kérem szépen, ezen a Táncdalfesztiválon nagyon olyan dalok hangzottak el méghozzá nagy sikerrel a berlini fal idején, hogy drága Bakter úr a porsorompót miért nem húzza fel. Hát olyan vasfüggöny idején, amikor útlevelet három évenként lehetett kapni, és berlini fa. Erről énekelni, hogy drága Bakter úr a sorompot. És önnek leesett ez azonnal, mert én az éneket élveztem. Hát az akkor mindenkinek leesett, mint ahogy az is, hogy jönnek a fiatalok, mert azt énekelte a Zalatai Sarolta, hogy nem várok holnapig. Jön a forradalom. Hát egy generáció. Na most ennek az volt a története, akkor ez olyan kényes volt, hogy a televízió elnökének kellett volna átadni a díjakat. De ő elég veszélyesnek tartott, hogy ő ilyen daloknak, és ezért rám bízta, hogy én adjam. Az úgy kerültem én, mint konferansz, aki átadja, mert nem a zsűri elnöknek kellett volna átadni a díjakat, hanem a televízió elnökének. Akkor ön ma büszke lehet arra, én hogy de nagyon ön büszke vagyok, én nagyon büszke vagyok, és hát hogy mondjam, arra nagyon büszke vagyok, hogy az én életművemben ugyanúgy benne van a Táncdalfesztiváli zsűri, mint a Molière Tartüffje. Na de hogyha már a Molière-ről beszélünk, meg a Táncdalfesztiválról, akkor nem azért, mert én egy ilyen kekec, 67 éves öreg zsidó vagyok, ha bár én még mindig 30-nak érzem magam, de azért azok a táncdalok, és most nem az öreg ember szól belőlem, azoknak volt szövege, és volt zene is, dallama. Vagy még a fülem nem igazán szokott ez az elektromos zenéhez. Én Szenes Ivánt végig hallgatom holnap reggelig, és a többieket, a zeneszerzőket, a szövegírókat, ők előtte lehet, hogy tanultak valahol valamit. Nem lehet, hogy ahhoz, hogy jók legyünk, azért kell valami kis képzés is? Na most ők zsenik voltak. A Szenes Iván is, meg a Gédénes György, a Süti is meghatároztak egy korszakot. Ma ilyen nincs, illetve vannak kivételek. Hát azért én tegnap előtt voltam a Dés László koncertjén.
Hát azért az a maga módján zseniális. Jó, hát, a szövegek sem tegnap született. Hát nem tegnap született, de hát egy teljesen korszerű zenével elragadja a közönséget, és közben a szövegeinek van értelme. Szóval vannak azért kivételek, nem sok, de vannak. De érdekes módon is akkor térjünk a pénztárhoz. Azok a sztárok, akik a Táncdalfesztiválon sztárok lettek, azok, akik fölléptek önnél az operába, vagy bármely rendezésébe, vagy filmjében, ma is megtöltenék a házat. Hogy lehet ez? Annyira előregedett a társadalom, hogy eljönne rájuk. Én a közönség között azért szoktam látni fiatalokat is. Ezzel megváltozott a világ. Megváltozott a világ. Sok jó és rossz dolog történt. Hát ugye, hogy a saját szakmamról beszéljek egy kicsit. A 20. század ugye nagy vívmánya volt a Hitler, nagy vívmánya volt a Stalin, és ettől nem független nagy vívmánya volt a rendezői színház. Tehát az ők a szín... már nincsenek a rendezői színház, meg még itt van. Igen. Úgyhogy abban még időnként ma is van az a rendezői színház, ahol a rendező nem egy előadást hoz létre, közösen színészekkel, írókkal, hanem egy diktátor, ahol róla szól minden, ahol ő a fontos. Hát hogy mondjam, egy olyan korban, ahol Hitler van, vagy Stalin van, hát teljesen természetes ez a leképződés. De most ez viszont nem tett jót annak, hogy nagyon nagy színész egyéniségek szülessenek, és kibontakozzanak. Azt akarja mondani, hogy egy rendező, mint ön képes volt tönkretenni egy bimbózó világsztárt? Tönkretenni nem, de olyan fokon korlátozni, hogy ne lehessen belőle igazi világsztár, igen. Tehát egyszerűen még, hogy mondjam, ehhez találtak meggyőződést is. Hát rengeteg nagyszerű színész volt, aki a 20. század végén, meg még az elején is azt hangoztatta, hogy én csak a kollektíva része vagyok. Nekem mondja meg a rendező, hogy mi legyen, és én végrehajtom. Hát nagyszerűek voltak. Ehhez képest ezek a színészek ma mindegyik önállóan ad számlát, egyedül szervezik az előadásaikat, 6-7 színházba fellépnek, semmiféle csapatnak nem a tagjai. De hogy mit hoz a 21. század, lásd koronavírus, meg egyebek, azt nem lehet tudni. De egy nagy haszna van már mindenbe, hogy azért a 20. már kezd elmúlni. Utolsó kérdésem mára, gyerünk vissza az operába, ami átmenetileg még arra vár, hogy bearanyozzák. Amikor figyelem önt, taps, és én így félrenézek, és állandóan mindenki megnézi, hogy én mit nézek, azt nézem, hogy ön hogy tapsol. Legyen egyszer őszinte. Hogy a fenébe tud tapsolni, amikor én tudom, hogy nem tetszett önnek? Vagy ön ezt valahogy egész másképp csinálta volna meg? Hát, ez az udvariasság, hogy gyerekek, hogy itt mondjam, a páholyom, akkor én most tapsolok? Na most ez borzasztóan nehéz kérdés. Ez nem csak rám vonatkozik, a közönségre is. Igen. Amely nagyon gyakran tapsol, amikor nem tetszik a produkció. Ez lenne a búcsú kérdés. Igen, mert a dolog a ez következő, nem fel, hogy nézz egy előadást, ahol egy darabot egy rendező megerőszakol, mindenféle hülyeségekkel eltorzítja. Viszont ott szenved a színpadon egy színész, vagy nem szenved, vagy vállalja, akinek ebben rengeteg munkája fekszik, aki nagyon tehetséges, aki jól, hát azt tapsolják meg, aki ott van, és nem az előadást, mint olyat általában. Ezért nekem volt egy javaslatom, de én, mint igazgató, nem csináltam meg, sajnos. Tehát később javasoltam, de hát nem jött be, pedig nagyon hasznos lenne, hogy aki beül a nézőtérre, azt kap egy kis programot, ami föl van sorolva, az aznapi előadás összes résztvevője, de a karmester is, a rendező is, és osztályozza. És akkor azt mondta, ez ingyen van, utána bedobja. És ez egy óriási, hogyan tájékoztatás. Színházigazgatók, figyelem, Szinetár Miklós, professzor emeritus, egy új tervvel, ötlettel állt elő, pénzt sem kért érte, copyrightot talán igen. Minden kedves néző kapja meg a brosúrát, amiben be van az aznapi szereposztás,
a karmester, a zeneszerző és a világon mindenki írva, és a kedves néző anonim beteszi a kiáratnál, és osztályozza ki, mennyit ér. Higgyék el, hogy érdekes eredményeket látnának, és akkor nem csak sztám tapsolnánk, hanem a véleményeket is megírnánk. Nagyon megtapsolom, és nagyon köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm a meghívást. Nem sokat beszéltünk a halhatatlanokról, de legalább mindenki tudja, hogy voltak halhatatlanok, és lesznek halhatatlanok. Bízom benne, hogy lesz rá pénzük is, hogy megcsinálják ott a Broadway-en a lábnyomokat, mert az sem ingyen van, és hogy minél többen odafigyeljenek erre, és újuljon fel valami, ami egyszer jó volt. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában Szinetár Miklós Kossuth díjas rendező, zeneszerző, és amit akarnak, minden, amit meg lehet kapni, ő már megkapta, de ami a legnagyobb szüksége van arra, hogy szeressék és elismerjék őt, ezt is megkapja, volt a vendégünk. Most előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk.